Szóval, a híres köszönés, sziasztok! Nem tudok videót csinálni, mert elbaszódott a Google. Na most ugye nem volt videó, mert hát eléggé baj van. Hát mert nem tölti fel a YouTube, 10 perc alatt 2%-ot ment fel egy 5 perces videó, tehát nem írj meg. És hát, hogy miért nem volt videó olyan sok időn keresztül, hát ennek az az oka, hogy ugye megjavították a gépemet. Ennek az oka tulajdonképpen az, hogy elkezdtem weblapot szerkeszteni. Mert az én tabom tönkre ment sajnos, illetve a bekapcsoló gombja nem megy, de hamarosan ez orvosolva lesz. Na, a másik indok, az pedig, hogy mindenkinek csinálok intrót. Az, hogy miért nem volt ilyen sokáig videó? Ugyebár közeledünk a fél évhez, és aki olyan 11-12 éves, az testközelből érzi és át is éli, hogy lezárnak minket a tanárok fél évkor, és ugyebár a fél év ilyen dolgozatokra rengeteget kell tanulni. Oka van, ami nem más, mint az iskola lóf, azt adjátok, hogy iskola. Hát én is rengeteget tanultam, tehát ez az első dolog, amiért nem. A második dolog pedig az, hogy felteszem, mondjuk az egyik néző videózik. Ül a gépnél és játszik a haverokkal, és mindenki elég meg bármennyi idő rendelkezésre állna, hogy tudjon videózni, de egyszerűen így nem jön össze, így nem viszi rá lélek. Hát nekem is ez volt, hogy egyszerűen volt, amikor nem volt kedvem, de ezt ne értsétek félre, hogy nem szeretek videózni, mert szeretek videózni, és szeretlek benneteket szórakoztatni. Vagy ha esetleg nem is szórakoztató, de talán esetleg egy kis információt megtudtok a videóból, és az arra vonatkozó ilyen játékra. Vagy játékról. Na, szóval ennek nagyon egyszerű oka van, ami nem más, mint a technikai problémák. Szóval a következő van, nagyon régen nem volt videó, és ez azért volt, mert nem volt se idő, se energia videózni, a viszont miatt, gimnáziumba járok ugye, és a eddig úgy volt, hogy hétfőn volt 10, kedden 10, szerdán 11, csütörtökön 9 óra, szóval ezért nem tudtam videózni, mert ugye még mire a buszra is várok, egy csomót akkor. Szóval az a lényeg, hogy nagyon későn értem haza, és meg tanulni is kellett, és hát a napocska nagyon beleolálkodik a videómba. Szóval a lényeg az, hogy emiatt nem bírtam videózni. Na most az okai, azok azok, hogy egy ballagás, kettő tanárbúcsúztató, három meg kedvtelenség. Apró technikai okok miatt nem tudtam feltölteni a gömbölyös videómat. Azért, mert a felvevő programon nem vette fel. Azért nem csináltunk eddig videót, mert nagyon dolgozunk egyen. Hát olyan lesz, csak most még nincs. Szóval hetek. Ma ki miért? Ez az miatt van, mert bekrepált a gépem. Azért nincsen videó, mert szar volt a gépem, ezért el kellett vinni gépszerelőhöz. Sziasztok, szar volt, hogy ez egy olyan videó, amiben el szeretném mondani, hogy miért nem volt videó a tavaszi szünetben. És ok az lenne, hogy nem volt kedvem, egyáltalán nem. A második az, hogy nem volt miről, ugye? A harmadik ok az meg az lenne, hogy felvettem egy Dead Island részt, csak hát ugye felvettem, és utána meg volt a fájl, meg minden. Vágni akartam, csak nem ment a videószerkesztő programom lát, és nem ment el, és a fájl is kitörlődött. Sajnálom gyerekek, Makit nem lehet elviselni. Bocsánat. Hát, sok oka volt. Hát, például az, hogy nem találtam egy normális videó felvevő programot, meg szerkesztő programot. Na ugye, a hétvégén sajnos nem volt videó, méghozzá azért, mert eltört a régi headsetem. Igen, sajnos eltört az a kis tartó része oldalt, szóval sajnos ez így most a pánt miatt nem lehetséges, hogy ezzel felvegyek, se meg semmi.
Így hát ugye nem tudtam mit csinálni, úgyhogy ebben a videóban ezt most gyorsan el szeretném mondani. Igen, van egy eléggé régi fülhallgató, most ezzel veszek fel. Még egyszer mondom, most egyelőre ez így ilyen minőség lesz, aztán nem sokára szinte már meg lesz a régi, mert kicserélik, stb. Szóval, szóval igen, elnézést minden esetre, hogy most, most ugyebár nem volt sajnos két napig videó, tényleg elnézést, de erről most nem én tehettem. Ja, ennek az az oka, hogy beteg vagyok. Holnap már megyek suliba, tehát ma van szerda, holnap csütörtök, holnap már megyek iskolába. És szerintem megérdemeltek annyit, hogy tudjatok róla mennyit, hogy most mi van velem, mert nálam ez nem megszokott, hogy 5 napja nem volt videó. Nem volt rajta régóta a videó. Hát ez többnyire azért van, mert nem volt időm egyrészt. Hát másrészt meg nem tudom. Tönkrement a gépe, sajnos kiégetnek ez a laplapja, és mint tudjátok, minden fontos a dolog a számítógépbe abba kapcsolódik. Így tehát mondhatni, az egész gépét elvesztette. Miért is menne nekem valami oly simán? Oly egyszerűen, hogy bedugok 4 kábelt, és működik ez a szar. És addig eljutottam, hogy már a gépem se kapcsol be, szóval yeah. Miért nem volt videó? Miért nem volt videó? Hát, ennek egy egyszerű oka van. Iskola. A másik az pedig az, hogy... Az, hogy nem volt mivel felvennem. És hát most lett egy kamerám, most azzal veszem, éppen remélem, hogy most én vagyok befókuszálva, remélem most jó. Azért, mert a gépem kijelentkezett a YouTube csatornámból, és nem tudok felrakni videókat. Szeretnék beszélni arról is, hogy miért nem volt mostanában semmilyen videó. Még egyetlen beszélek, hogy miért nem volt videó, nos. Eleinte azért, mert nem volt internet itthon, ment új házba. És utólag, utána meg 9 napig távolra voltam, és nem tudtam feltetni a videót, így most több mint 2 hétig nem volt lényegében videó. Ezért elnézést kérek. Úgy gondolom, hogy tényleg azért illene megmagyarázom azt, hogy miért nem volt az utóbbi 2 hétben videó. Tehát mondom, 2 oka van, kezdem a rosszabbik okkal, ami még most is van. GoPro. Van egy kis probléma a GoPro-mmal, hardware-es probléma, sikerült kifognom sajnos egy gyári hibás GoPro-t, ami nem működik megfelelően, úgyhogy most per pillanat az van, hogy ugye írtam a supportnak, és ha a support úgy látja, hogy ez egy tényleg, ez egy alapból hibás GoPro, akkor én ezt visszaküldöm nekik, és küldenek egy teljesen vadi újat. Úgyhogy most várom a supportnak a válaszát. Valószínűleg észrevettétek, hogy rohadtul lebarnultam. Ez pedig azért van, mert egy hetet Horvátországban nyaraltam a barátaimmal. Ezt elfelejtettem bejelenteni, ugyanis úgy gondoltam, hogy vittem a GoPro-mat majd, és töltök fel naponta videót. Vittem a GoPro-mat, a GoPro-m nem működött megfelelően, így nem tudtam videót csinálni, pedig minden nap búvárkodtam meg mindent, tehát szerintem rohadt jó videókat lehetett volna összevágni, úgyhogy még mindig ezen bosszankodok, és eléggé ki vagyok akadva. A másikok ugye az is volt, hogy igazából elég rossz volt az internet kapcsolat, tehát ha tudtam volna felvenni videót, azt is csak jövő héten tudtam volna feltölteni. Mindegy, szóval ez van per pillanat. Miért nem volt videó? Azért nem volt videó, mert holnap lesz 7 hete, hogy én itthon vagyok, mert beteg vagyok. Most már jobban vagyok, jóval jobban. Azért van kicsit orrhangom, mert megfáztam. Azért köhögök, mert nem tudom miért köhögök, de köhögök. Viszont ma van 4. napja, hogy nem vagyok lázas. Szerdán 39 fokos lázzal ébredtem, múlt hét szerdán. 39 fok, geci. Majdnem 40 fokos lázam volt. Vasárnap? Igen, vasárnap, egész nap 39 fokos lázam volt. És múlt hét előtti hét szerda óta, tehát holnap lesz 2 hete, hogy lázas voltam péntekig.
Tehát szombattól volt az, hogy én nem voltam lázas, csak kicsit hőemelkedésem volt reggel, ugye? De akkor már éreztem is, hogy erősebb vagyok, nem vagyok annyira legyengülve. És folyton az volt, hogy most idézem, na jó, ezt hagyjuk. Meg hogy miért nem volt videó, István beteg volt kicsit. Igen, kórházba. Én meg hát most voltam videót csinálni. Igen, Gyula, elnyebejne. És egy nagyon-nagyon fogsz kapni. Igen. Újra kellett tennem a gépet, mert teljesen beszart. Szóval igen, meg mindennel le voltam foglalva, azért nem csináltam videót. Csak hát azért nem volt videó eddig, hát most jól le vagyunk maradva a gecibe. Hát most azért nem volt, mert elment a netem. Meg most eleve most tanulni is kell, mert itt a év vége, meg minden. És akkor most ezért nem volt videó. Várjunk a napfény miatt most ilyen, oké. Okay. Mert most ünnepek voltak, és most nekem nem volt videó videót csinálni. Hát igen. Hát igen, tudom, rég nem volt videó, ennek az az oka, hogy vakációztam, plusz volt ez az iskola másképp hét, és ekkor nem nagyon volt kedvem csinálni. Nem tudom, úgy nem sok kedvem van mostanság videózgatni. Van egy új telefonom, amiről majd hamarosan lesz egy bemutató, és most ezért nem volt egy darabig videó. Hello, sziasztok, én Beru vagyok, és itt egy olyan videó. Szia, anya! Nem kérek te át. Légy, menj ki, mert videózok. Nem szendvicset csak kérek. Légy meg ki. De semmit nem kérek. Légy cím, mert videózok. Köszi. Szia. Anya. Hát nagyjából azért nem volt videó, mert úgy tudjátok, így betegség, meg úgy minden. Hát úgy beteg voltam. Kell mondom nektek, hogy itt a vége a videónak. Szerintem itt a videó vége a videónak. Értitek, akkor ezért nincsen több videó. Ja, oké. A híres köszönés. Sziasztok!